heti XD-ben. Nem klippelnek, klippelni kéne, mert ha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlenül vicces, csak jó lenne visszalátni heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk. De nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Ropjátok, RB Tib. Köszönöm szépen. Ez kemény, hogy hamarabb kapom a szabokat, mint hogy kajakra így be tudnék köszönni. Kösz a pénzt, megvan a mára az órabérem. Mentem is. Császtak. Aggressively. Vége van, GG, viszlát. Kijött a videó, amit tegnap akartunk megnézni, szóval én erre rá is ugranék nagyon hamar. Kijött az egy asztalnál, amiben egy konzervatív, tehát egy magyar nemzetiségű ember egy meleg emberrel fog beszélni. 40 perces. És ezt végig fogjuk nézni, utána pedig játszok valamit. 40 perces videó, tehát valószínűleg 2 óra alatt végzek vele, és nem fogok játszani végén, de it do be like that. Mi az, hogy ne kérlek, de ez pont, hogy egy olyan dolog, amire nyitottnak kell lennünk, hogy legyen diskurzus, és itt a diskurzus, amire nagyon kíváncsi vagyok. No joke. Két idegent hívtunk be ebbe a konyhába, de ők nem tudják, miért vannak itt. Amúgy azt a kést, azt lehet, hogy elvenném. Szia, Gábor. Excuse, amúgy igen. Privák, Bence. Bence, excuse. Itt van. Nem meleg, hanem homoszexuális. Jó, mindegy, hogyha ilyen homofób kommentek lesznek, akkor azokra nyugodtan mehet a perma, vagy timeout, attól függ, hogy milyen. Mert ezt nem szeretném látni egyáltalán. Nem, erre senki nem kíváncsi. Akkor, hogyha vannak itt konzervatív emberek, elmondhatják a véleményüket, persze, csak nem úgy, hogy ezek mocskos b***k, hanem normálisan vágod. Mert én diskurzusra mindig nyitott vagyok, de fikázásra nem. Azt csak én csinálhatom. Nyomjuk. Azt mondtad, Gábor? Igen. Szerbusz. Nem tudom nézni a videót, mert annyi pénzt kapok. Kösz szépen, Toki úr 29, neked is. Legnagyobb boldogságomra rájöttem, hogy én a férfiakhoz vonzódom, és kevés ennél csodálatosabb dolog tud történni az én életemben. Ezt nem mindenkinek vette be a gyomra, és inkább győzött ez, mint a szeretet. Gábor, 48. Az LMBTQ, hogy egy nemű házasság, ezt erőltetni, vagy erre úgymond büszkének lenni, én ezt nagyon, nagyon eltorzult dolognak látom. Egy gereszt fokhagyma kell? Miért ne lehetnél büszke arra, milyen ember vagy? Meg hogy ezt nem erőlteti senki. Ki mondta, volt olyan ember, aki valaha mondta neki, hogy egy férfival kell összeházasodni? Azt nem hiszem, hogy sok ilyen van. Az örökbefogadásnál arra kellene figyelni, hogy a gyerek olyan családba kerüljön, ami természetes. Normális heteroszexuális párokat előzzenek meg, azzal nem értek egyet. Miért előznének meg? Nem egy gyerek van ott, akiért versenyeznek szerintem. Nem jó kedvükből vannak ott a zárvaházakban a gyerekek, hogy most akkor ott azt tudja amúgy, hogy nagyon sok gyerek van, és sokan várnak arra, hogy elvigye őket. Bárki! Hát ez meg a normális, az meg relatív, hogy kinek mi a normális. Mert ők azért valljuk be, természetellenesen élnek. És a gyereknek nem az az érdeke. Az az érdeke, hogy legyen egy anyja, és legyen egy apja. Azt tudja, hogy a természetben is az állatoknál van homoszexualitás? Fölmerül a gyerekkérdés, és nem kérdeznek meg ilyen értelemben, de élatrocitás, hogyha ezt annak lehet nevezni. Hosszan tartó lassú mérgezés, ami... Hát most erre mit mondjak, inkább kapjak egy pofont, de ezt ne. Nem élhet úgy mindenki, mintha csak ő létezne. És csak az ő igényeit kell kielégíteni. Pontosan így élsz! Csak a saját igényeit akarja kielégíteni, és egy olyan országban akar élni, ahol csak az a normális, ami neki normális. Tehát csak a saját igényeit akarja kielégíteni. Ő pont így él. Ez ellen szólalt föl most. Végíteni. Őt ismerjék el, őt ünnep, ilyen nincs. Mert ez egy individualista, egoista, önző gondolkodásmód. Igen, pont ezt csinálod. Most. Elszabadult egy kicsit a pokol, mert ugye mindent lehet. És akkor erre azt mondják, hogy miért akkor 10 év múlva kecskével is lehet. Hát tegyünk már ott föl néhány kérdést. Emberi jogok vannak, és mindenkinek ugyanaz a joga van. Most, tehát nincsenek plusz jogok senkinek se. Nagyon, nagyon egyetértek. Ez azt jelenti, hogy akkor a melegek házasodhatnak nézeteid szerint? Mert nem. Emberek házasodhatnak. Nem. Nem? Nem. Magyarázzuk meg. Vagyis, hogy a melegek is házasodhatnak, igen. Ugyanúgy, mint én. Tehát egy meleg elvehet egy másik olyan embert, aki ellentétes nemű. Szóval a melegek házasodhatnak nőkkel, a meleg férfiak. Hát én is csak azt vettem el. Én heteroszexuális vagyok, még se házasodhatok meg egy férfival. A melegeknek mire van szükség házasságra, mikor nem lehet gyerekük?
Miért amúgy a gyerekhez kell házasság alapvetően? Miért akarnak házasodni, ha nem lehet gyerekük? Csak és azok házasodnak össze, akiknek gyerekük van? Szerintem csak a, szerintem a háza, hát maga az, ami... Pali, hogy oda nézett amúgy, ez a tekintetében lehet látni, hogy ez hülye. A gyakorlatban elvileg arra találtak ki az összes vallás, vagy az összes bármilyen, hogy ugye a gyerekáldás miatt. Hát ne viccelj, hát hány olyan ismerősöd van, aki házas és nincs gyereke? Tehát az önmagában, az... hogy azért házasodnak össze, hogy gyerekük legyen, szinte nem minden házas ismerősöm akar gyereket, vagy van gyereke. Minden ház. De akkor visszakérdezek. A válaszom a kérdésedre igen. Figyelj, szerinted jöhet a hagyma? Nem hiszem, hogy meglep. A válaszom a kérdésedre igen. Nem is kérdezhetik semmit. Based. Ez a következő mondat, én magam meleg vagyok. Igen, gondolom. Gondolod? Miből gondoltál? Hát, hogyha ilyen kérdéseket teszel fel, és egy... Bence vagyok. Nézd, ott vagyok a tévében. Nem nézem ezelőtt, a legnagyobb boldogságomra rájöttem, hogy én a férfiakhoz vonzódok. Gábor, 48. Az LMBTQ, hogy egynemű házasság, és ezt erőltetni, vagy erre úgymond büszkének le. A tekintetek. Én ezt nagyon, nagyon eltorzult dolognak látom. Én nem akarom elvenni senkit a homofóbiáját, viszont jöjjön rá akkor arra, hogy homofób. Én azt gondolom, hogy a homofób emberek többsége nem tudja, hogy ő miért homofób. Normális heteroszexuális párokat előzzenek meg, azzal nem értek egyet. És a gyereknek nem az az érdeke. Az az érdeke, hogy legyen egy anyja és legyen egy apja. Nem, a gyereknek az az érdeke, hogy felnevelkedjen egy szerető családban. Ennyi. Az iskolában megkérdezik tőle, hogy neked anyukád van, most mondja neki, kettő apukája van. Nem hiszem, hogy amúgy így erre így különösebben szó kerülne az iskolában, mert hogy tőlem se kérdezték meg, hogy nekem most így anyukám, apukám mi a f***t csinál, meg nem érdekli a gyerekeket ez annyira, szerintem. De amikor meg fölnő, akkor meg tudni fogja, hogy hát igen, engem melegek neveltek föl, és oké, másokat meg nem. És? Tehát a gyerek az attól függetlenül tudja, hogy neki van anyja, és oda került. Én akkor 10 év múlva kecskével is lehet. Tegyünk már ott föl néhány kérdést. Figyelj, mi kapcsol ez állandóan ki? Hogyha leveszed középről, akkor azt érzékelő, hogy nincs rajta, mert nagyon okos. Tudod, mit nem raktunk rá? Ja, de raktunk rá. Na. Semmi. Bevallom, nehéz, mit reagálom a videóra. Valójában azt gondolom, hogy mindent képviselsz, amit... Amit? Amit... Én nem. El lehet várni egy... Nem tudom, mi a öndefiníciód. Tradicionalista... Igen. Igen. Egyből. Szóval az... Szerintem jól működött a világ több ezer évig, nem kell rajta mérnökösködni. Nem, több ezer évig jól működött a világ, akkor gondoljunk vissza arra, hogy a H-betűs ember mit csinálta, a H-betűs dolgot megcsinálta a H-betűs ember, a festő megcsinálta a festményt, igen. Több ezer éve is voltak melegek, csak felgyújtották őket. Hát, ja, nem emiatt nem működött jól a világ, de a világ soha nem működött jól, ez true. Még van nagyon-nagyon hova fejlődnünk szerintem. Társadalmilag, meg emberileg, meg mindenhogy. Jól működött, hogy több ezer évig, 30 éves korában meghaltak a férfiak, a nők meg nyomás alatt éltek. Teljesen jó volt, háború meg ilyenek, az jöhet. Az, hogy egy meleg házasodik, az nem. Azért húzzuk már meg, hol van a határa, jó? Szerintem nincs mérnökösködés, ezzel több ezer éve is voltak melegek. Az volt. Ki mondta, hogy ezzel van valami probléma? Tehát önmagában... Semmi, nekem volt meleg haverom. Jaj, ne, minden tradicionalista, vagy konzervatív embernek van egy meleg barátja, akit elő tud venni, hogy na, én most itt megsimogatom őt, mert ő nekem a barátom, de csak volt. Nem tudtam. Figyelj, ez egy érv mindig. Jaj, nekem van egy meleg barátom. Nem, a történet a lényeg. Nem tudtam, hogy az. Gyanús volt, nem tudtam, hogy az egy... Mitől volt gyanús? Attól volt gyanús, hogy egy... Keresztbe volt a helyben? Ruhabolt vezető volt, és nagyon szuperul értett a divathoz. És nagyon ízlésesen öltözködött, és... Igényes volt? Igényes volt, igen, és azért gyanús. Egy kicsit úgy beszélt, hogy... És voltak körülötte nagyon csinos eladó lányok, és mindig rám tukmálta őket. Akkor már nagyon-nagyon jó fej volt. Úgyhogy ezzel semmilyen probléma nincs. Nekem legalábbis semmilyen problémám nincsen. Vannak valami olyan készségei a melegeknek, amik így, ugye mivel kettő között lebegnek valahol a férfi és a nő között. Ezt hogy érted? Palinak a tekintete, geci.
Hát, hogy a van benne az a férfi kreativitás, meg tenni akarás, és van benne az a női ilyen kifinomultabb ízlés, hogy... Na itt ez a probléma, hogy elmondom nektek, hogy ez a női kifinomultabb ízlés, ez mindenkiben benne van, mivel mindenki nőnek születik. Tudjátok, vannak azok a kromoszómák, meg ilyenek, biológia, csak megsugom. Csak ugye valaki tovább fejlődik, és férfi lesz! De én szerintem ez egy spektrum. Én az, hogy egy férfi, nehogy Isten kifesti a körmét, vagy hosszabb haja van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez meleg. Vagy mondjuk szereti a divatot, vagy szeret főzni, vagy nehogy Isten vékonyabb hangja van, vagy úgy affektál, mint hogyha meleg lenne. Ezeket a társadalom tette bele az emberbe, hogy a meleg ember az biztos így beszél, mert hogy van egy ilyen sztereotípia, de ettől függetlenül vannak olyan hetero férfiak, akikről nem gondolnád, hogy heterók. Például van az a, nem jut eszembe, Zdroba Patrik, az a neve az arcnak, nézzétek meg neki például, ő például itt van. Zdroba Patrik vagyok, 26, 26, én nem tudom. Zdroba Patrik vagyok, Budapesten élek, 25. Na, ő például egy hetero ember amúgy, van nője is, meg minden együtt élnek. Tessék. Tényleg azt akarta, hogy idén jöjjek, hogy Laci legyen a mentorom, és hogy Lacival tényleg megvékezőhessük azt, amit most végezőszünk, mert szerintem... Ő egy hetero ember, de valaki még így se hiszi el, azért mert így beszél. Bruh! Nője van, együtt élnek, még hogyha már gyerekük lesz meg minden, akkor is meleg valakinek a szemébe, mert ő így beszél. Mert egy ilyen országban élünk, ahol ilyen konzervatív emberek vannak mindenhol, azt hiszik, hogy az a normális, amit ők gondolnak, hogy normális. Úgy jobban ad magára, tudod? Érzékenységet. Igen, egy ilyen érzékenység, okay, és ezért a divat szakmába például, meg ilyen helyeken... Bocsánat, ezt átteszem ide, mert teljesen... Ilyen helyeken, ilyen művészetben nagyon sikeresek tudnak lenni. Igen, de azt gondolom, nem inkább kérdezek, ez női férfi dolog? Szerintem nem... Szerintem... De ez női férfi dolog, női férfi dolog. Szerintem nem. Szerintem ez tulajdonság kérdése. Hát azért arányaiban nézd meg az ilyen... ilyen dolgokat. Milyen dolgokat? Keresi a szavakat, mert nem tudja. Nem tudja elmondani a saját véleményét, mert nincs neki, csak bele van ütve a fejébe, hogy most ő így kell, hogy gondolkodjon, mert ő egy ilyen tradicionális. Nem tudom kimondani ezt a szót benne. Tradicionalista ember. Ezeket, akik ilyen divattervezők, meg ilyesmi. Jó, és hány olyan meleg van, akiről nem tudod, hogy meleg, és nem divattervező, és nem elől van a sorban, és lövésed nincs arról a külsőről. Erről én korábban azt mondtam, hogy szerintem sokkal több van, amiről nem tudunk. Szerintem házasságban is élnek. Látod? És mondok neked... Szóval azt mondod, hogy a meleg ne házasodjon össze. Nem. Azt mondom, hogy a házasság intézménye nem arra való. Tudod, hogy mit gondolok erről, hogyha meg lenne a jogi hát feltétele... Van. Mi ez? Bejegyzett élettársi kapcsolat? Miért? Hát nézz utána, hogy ez jogilag mit jelent. Mit jelent? Nézd, azért ennek van egy erős jogi biztonsága. Milyen típusú? Ezt mondd el. Hogyha az én férjem... mondjuk kórházba kerül, akkor én, mint hivatalos hozzátartozója... És a bejegyzett élettársi kapcsolat, az nem ilyen? Hogyha ugyanaz lenne a jogi értelembe vett házasságnak, meg a bejegyzett élettársi kapcsolatnak az alapja, akkor minek nevezzük ezt bejegyzett élettársi kapcsolatnak? Tehát nem lehet a kettő ugyanaz, hiszen szerintem más neve van. Én azt gondolom, hogy a melegek a örökbefogadás miatt akarnak házasodni. Hát pedig ő amúgy politikus volt, szóval joggal tisztebe kell lennie, de úgy látszik, hogy... Hát mondjuk Magyarországon nem a leghozzáértőbb emberek ülnek ott benne a parlamentben, ezt most már, erre már rátjöttünk, ennélkül a videó nélkül is. Szerintem azért akarnak házasodni, legalábbis én azért akarok házasodni, hogy nyomatékot adjak megélésemnek, Miért mosolyog? Szentesítsem, és most nem valesért, vagy nem hit értelemben. Van, ahol már összeházasodhatnak, tudod, templomban is, mármint templomi esküvőt is köthetnek. Az rendben van, tehát én el tudok menni Los Angelesbe, Németországba, de az itthon nem lesz érvényes. Tehát, hogy itt nem önmagában az a néhány perc, amíg én ott vagyok az anyakönyvvezető előtt. Azt gondolom egyébként itthon, hogy én teljesen megvolnék elégedve azzal, hogyha jogilag egyenlőség lenne, és azt mondaná egyébként az egyház, hogy nézzétek, kedves melegek, mi semmilyen módon nem értünk egyet azzal az életformával, ami betűvel születtetek, legyetek olyan kedvesek, és a templomot, mint nem állami intézmény, mint nem alapvető jog, hagyjátok ki ebből a történetből. Érted, amit mondok? Hát igen, értem, van erre egy nagyon jó egy ilyen humoros jelenet. Tornacipő ellopásáról van szó. Ma egy tornacipő, holnap a világ. Így kezdődött.
Hogy csak házasodhassunk össze. Aztán utána, na jó, de hát ha összeházasodhatunk világi esküvővel, akkor az egyház miért nem? És addig ütötték, vágták az egyházat, míg ahogy mondod, sok nyugat-európai országban az egyház is megengedi. Holott az egyház az azért akkor lenne igazán egyház, hogyha ugye a Bibliára támaszkodik, és a Biblia nem engedi ezt. Nehéz volt. Milyen, képzeld, de milyen? Jó, de a Bibliának minden második sora üti egymást, amúgy ezt is tudja. Papa az, aki felesküszik a Bibliára, meg egész életében azt tanulja. A szeretetre felesküszik, az egyenlőségre felesküszik. A szeretet az nem ezt jelenti, de a homoszexualitást azt tiltja a Biblia. Ebben nem tudok releváns. Nem ismered? Hát azt tiltja. What does the Bible say about homosexuality? Na figyelj. Figyelj, mert most researcholunk. Magyarországon 3000 fő kell az egyház alapításhoz. Miért nem alapítanak egy meleg egyházat, és akkor még 1%-ozni is lehet neki. Amúgy, Tori, csináljuk meg. Úgy nézek ki most, mint a Mr. Krabs vágod, így csing, 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 csing. Mekkora ötlet. Az Úr azt mondta Mózesnek, szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ne viselkedj úgy, ahogy Egyiptomban szokás, ahol laktatok, és ne viselkedj úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ahol vezetlek benneteket. Ne kövessétek azok életmódját, az én parancsaim szerint járjátok el, és az én törvényeimet tartsátok meg, és azok szerint éljetek. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. De amúgy a hívőknek amúgy erre feláll a hogy egy Isten irányítja őket? Vagy ezt nem értem, hogy ebben amúgy mi a jó? Egy hívő ember magyarázza már el nekem, hogy mi a jó ebbe. Tartsátok meg törvényeimet, parancsaimat, aki megtartja őket, élni fog. Én vagyok az Úr. Senki ne közeledjék vérrokonához, hogy feltárja mesztelenségét, tehát rokonokkal tilos. Én vagyok az Úr, ne fedd fel apád mesztelenségét, sem anyád mesztelenségét, hiszen anyád azért ne fedd fel mesztelenségét. Ne fedd fel apád feleségének mesztelenségét, mivel az magának apádnak a mesztelensége. Ne fedd fel nővéred mesztelenségét, oké, cool. Ne fedd fel fiad lányad mesztelenségét. Ne fedd fel apád felesége lányának mesztelenségét, aki apától származik. Stroke-ot kapott, aki ezt írta? Ez a Bibliában van. Ők a te saját tested és az vérfertőzés lenne jó. Igen, nem szabad dugni a saját rokonaiddal, meglepő. Miskolcon lehet, hogy el kéne olvasni egy pár ember. De mindegy, ne fogadj be háremedbe egy asszonyt, ha nővére is ott van, mert szívódás lesz belőle. Aha, tehát a hárem az egy tök király dolog, a Biblia szerint, csak a nővérét azt nem szabad beletenni. De hogyha háremed van, az új oké. Ne fedd fel a mesztelenséget nővére életében. Tehát, hogyha valakinek háreme van, akkor mehet a hármas is, meg minden. Akkor három az simán mehet, ezek szerint. Hármas, négyes, akárhányan dughattok, ez tök király a Biblia szerint, de gondolom, hogyha ezt ettől a fickótól megkérdeznénk, aki ugye itt van öltönyben, akkor ő azt mondaná, hogy a házasság az szent dolog, és hogy egy nő, egy férfi, és anya, apa, és hogy ez a király. De hát itt amúgy meg háremről beszél a Biblia. Azt meg azért egy editélés közben hozzátenném, hogy ha hármasoznak, akkor mivel nincsen három különböző nem a Biblia szerint, akkor hozzá kell érni a nőnek a nőhöz, vagy a férfinak a férfihoz, vagy akármi. Tehát, hogyha többen vannak, hármasoznak, négyeseznek, akármi, akkor az is homoszexualitás valamilyen szinten, nem? Ne hálj férfival úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni. Hát úgy nem lehet, azt jelenti, ez gyalázatos dolog. Itt írja. Szóval nem szabad férfival úgy dugni, mint ahogy nőkkel, de nem szabad férfival dugni, úgy, ahogy nővel dugsz. De várjál, teszem föl, a férfival nem tudsz úgy dugni, mint ahogy a nővel. Mert nincs neki p***ja. Csak segge. Szóval nem lehet ugyanúgy. Tehát akkor okés, nem? Tehát akkor kész. Ennyi, megfejtettem a Bibliát. Ne hálj együtt semmiféle állattal, attól tisztátalanná válsz. Az asszony se adja oda magát állatnak, hogy vele háljon, ez undok dolog. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmi ilyen tettel. Ennyi van itt a Bibliában, hogy ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonyal szokás hálni, mert ez gyalázatos dolog. A Bibliában nincs benne, a Biblia igazából nagyrészt higiéniáról szól, és az van benne, hogy ne szexeljetek szét egymás segbe, ami logikus, mert akkor minden higiéniátlan. De a leszbikusok akkor approval vannak ezek szerint, mert azt nem írja, hogy a nővel nem szabad úgy hálni, mint ahogy férfival szokás. A leszbikusokról nem ír a Biblia, vagy lehet, hogy máshol ír róla. Fembolyokkal mizu? Erre sajnos nem tért ki. A genderfluid emberekre se tért ki a Biblia, meglepő módon. Ókori Spártában volt egy 500 fős meleg légió, ahol csak meleg párok voltak. Jó, de ők a pokolba jutottak, fogd be, a Bibliában ez van, kész. Te meg nem akarsz odajutni, szóval legyél hetero és kész. A Bibliában 1000 dolog van, amiből úgy szemezgetnek, ahogy jól esik. Igen, így van, általában minden hívő ember ezt csinálja. Én próbáltam már nagyon sok hívő emberrel vitázni, nem veszekedni, vitázni. Csak mindig az volt az érvük, hogy hát mert a Biblia. Tesó, egy olyan dolgot hoz föl érvnek, ami az én szememben is érv. Nekem a Biblia csak egy könyv, papír.
összesség, sok papír egymás tetején. Nem érdekel sajnos. Én nem ebbe nevelkedtem, nekem ezt nem nevelték bele a fejembe, ez csak egy darab papír számomra. Tehát nem érvelhetsz vele. Én tiszteletben tartom ennek az embernek a hívét, viszont nem várhatja el azt, hogy én azt, amit ő igazságnak tud, vagy ő igazságnak gondol, azt én is igazságnak találjam. Ezt nem lehet elvárni senkitől szerintem. Mert attól, hogy te valamit elhiszel, ezért hit a neve, az nem azt jelenti, hogy az igazság. Ezért vallás, ezért hisznek benne az emberek, mert ez csak egy dolog, amit lehet követni. És ez itt a lényeg, hogy csak lehet követni, de nem muszáj. Viszont ezek az emberek azt akarják, hogy muszáj legyen. Minden törvény és rend alapja egy vallási irat, mint nálunk a Biblia, az iszlám világban a Korán. Amúgy szerintem ez is egy rohadt nagy probléma, hogy ilyen nem létező dolgokra építünk országokat, de erre már nem is akarok kimenni, mert olyan dolgokat fog mondani, amiket lehet, hogy megbánok. Kis jella volt a több ezer éve írt könyv, de nem baj, kövessük. Ezt hozzá fel példának, indulhat újra a keresztes hadjárat. Simán, menjen, öljük meg mindenkit. Nem tudok ebben valójában... Tehát a saját maga, a saját tanulmányodnak ellen... Hát de ez benne van a Bibliában. Tök jó, de hát én nem olvastam a Bibliát, és ez... Akkor olvast. Hát nézd. De hát csak be kell ütni a megfelelő passzust. Igen, de azért, bocsánat, erről is vannak diskurzusok, hogy ez nem egészen úgy értendő. Ja, persze. Amúgy igen, itt a tisztátalanságról volt szó, nem arról, hogy meg azt írta, hogy gyalázatos. Hadd kérdezek még valamit. Kérdezz bármit. Hogyha mondjuk ez belódul ez a dolog, házasodhattok, gyermeket örökbefogadhattok, stb. És amúgy se születik elég gyerek, akkor mi lesz a társadalommal? Úristen, mi lesz a társadalommal, ha nem születik elég gyerek? Biztos a melegek miatt nem fog elég gyerek születni, nem pedig azért, mert mindenki kimegy ebből a szánalmas szar országból egy olyan helyre szülni, ahol mondjuk a gyereknek jó élete is lehet. Nem, ez nincs benne a pakliba. Nem, tuti, hogyha melegek házasodhatnak, az a világ végét fogja jelenteni, és nem lesz elég gyerek. A melegek még mindig kisebbségben vannak, és ez így fog maradni. Hát a legtöbb ember az heterónak születik, nem? Az már nem érdekes? Szerintem ez két különböző kérdés. Hát de összefügg, nem? Pont arról beszéltem, hogy az egyének nem csak saját magára kell gondolni, hanem ugye a társadalomra is. Ebben kétségtelenül igazad van, de hogyha a társadalomra gondolok, akkor meg nem is akarok gyereket, mert akkor a túlnépesedés van a Földön, hogy tök jó, hogy meleg vagyok, és a férjem nem tud tervezni. A túlnépesedés van Afrikában, meg Ázsiában, meg Dél-Amerikában, de Európában. Nézed az egészet. Hát de én magyar társadalom, eltűnik a magyarság. Eltűnik a magyarság a melegektől. Ezt értem, ja, amit mondasz, de hogyha az embereket nézel... Ha ez a cél, akkor házasodjatok. Szerintem azért ez ennél egyel komplexebb ez a hát kérdés. Nem sokkal. Emberek külföldre mennek inkább, és ott a gyerek már nem a magyart fogja megtanulni, nem magyar lesz az a gyerek, aki külföldön születik meg. De ez nem a melegek miatt van, nem a melegektől menekülnek el az emberek meg a fiatalok, hanem azért, mert egy ilyen országban egyszerűen nem lehet élni, élhetetlen. Alapból egy olyan országban élünk, ahol nem is engedheted meg magadnak, hogy gyereked legyen, mert nem tudod eltartani anélkül, hogy éhen halljatok, b***d meg. Nem attól fog kihalni a magyarság. A magyarság megöli saját magát a melegek nélkül is. Zavaromban azt gondoltam, hogy... Lányos zavarodban. Jó poén volt. Ilyet se lehet mondani? Bármit mondhatsz. Azt hittem, hogy még egy ilyennel is megsértettem. Azt gondolom, hogy nem tudsz nálam jobb buzis vicceket mondani, csak az én számból nem fogsz hallani. De próbálkozhatsz. Buzis vicceket? Igen. Szoktak a buzik viccelődni azzal, hogy buzik. Olyan szempontból igazad van, hogy itt van nyilván egyszer egy egyéni érdek, meg egy társadalmi érdek. Tehát nem... Én nem az alapján fogok neked tudni erre válaszolni, hogy én akarok örökbefogadni, hogy mi a helyzet a világban, de hogyha felelős vagyok, akkor azért azt is végig gondolom. Lennél katona? Nem. És ha elvinnének? Nem mennék el. Hogy nem mennél el? Kötelező elrángatnak. Hát nyilván abban az esetben, hogyha pisztolyt fognak a fejemhez, akkor elmennék, és semmilyen módon nem hiszek ebben. Az égvilágon semmilyen módon nem hiszek ebben. De ez benne van a törvényben. Tök jó. Ha egyenlőek a jogok, hogyha például a férfi-nő jogok egyenlőek, akkor miért csak a férfiaknak kell katonának menni, kivéve ugye Izraelben, mert Izraelben ők is katonák. Én szerintem ez azért alakulhatott ki, mert... Mert a férfiak erősebbnek születnek, és biológiailag ők... Alapból mindig a férfi ment vadászni, a nő megszedte a bogyókat, meg megsütötte, meg főzte az ős embereknek. Érted? Bele van ragadva az emberekbe, hogy a férfi az erős, a férfi a harcos, és a férfi az, aki ő most jó megcsinálja, de mi ez az ostobaság? Ez ostobaság. Persze, hogy ostobaság. Ne viccelj. Vagy hogy mondjam, ezek olyan általánosítások,
hogy a van fönt a YouTube-on, tehát a 24 pontot csinál. Hát ez azért nem általánosítás, tehát azért ezt nem kellett beleverni az emberek fejébe. Tehát most, hogyha én nem is edzek meg semmi, de azért itt lehet nyomni. És nem teszek érte semmit. Egy nőnek meg általában nincsen akkora karja, mint nekem, anélkül, hogy edzen. Hogy edzésem már lehet, hogy nagyobb karja van egy nőnek, mint nekem. De értitek, mit mondok? Ez biológia. Egy anyagot egy női kamionsofőrről. Egyről. De ne a kivételekkel próbáljuk meg a általános leírni. Jó, akkor ne. De miért nem szokta ezt csinálni? Nem úgy írja le melegeket, mint ahogy látott egy pár rossz meleget? Az általában a homofób emberek, azok ezt szokták csinálni. Mondjuk lehet, hogy nem annyira homofób, hogy ezt megtenné, de... Na. Ne, arról beszélj, hogy a melegek azok divattervezők és igényesek, mert akkor ez ugyanaz. De az nem egy... That's what I'm saying! De az nem egy... Az általánosítással nincsen baj, szerintem hogyha általában úgy van, hogy tehetségesek. Én tehetségeseknek... Ó, igen. Akkor ilyen alapon... Elég sok meredek dolgot ki lehetne mondani, például a más társadalmi csoportú emberekről. Tehetségesek. Én tehetségeseknek tartom sokszor őket, semmi gond az ilyen típusú tehetségség. És egy meleg kamionsofőr, az lehetetlen, hogy meleg mondjuk vezetni tudjon, nem? Mondjuk hát az a divattervezés, ez egy kicsit lehet, hogy több ész kell, mint ahhoz, hogy bevisz a kamionban és mész A-ból B-be, szóval. Lehet, hogy ez egy tök király. Pozitívumként mondja, nem? Jó. Melegként coming out-olt Noah Schnapp a Stranger Things színésze. A Netflix sorozatban is meleg karaktert, játszik. Igen. Mit gondolsz te erről? Jó, de azt, hogy ő meleg, azt utána írták bele a sorozatba, tehát nem tudom, hogy ő eleinte meleg karaktert játszik-e, mert csak a végén derül ki, hogy ott azért kicsit más szemmel néz a... Nem tudom, mi a Finn Wolfhardra. Nem tudom, mi a neve a sorozatba. Most elfelejtettem hirtelen, de ja. Hát hagy coming out-oljon. Tök jó. Igen, egyetértek. Mike felé, igen. Nem értem, ez miért hír. És akkor, hogyha van egy színész coming out-ol, de heteroszexuális vagyok, és akkor felkerül mindenhova. Akkor... Nem, mert a heteroszexualitása normális. Ezt te szoktad mondani, nem? Kerülne föl, hogyha az kevesebb jogokkal és társadalmi megbecsültséggel járna. Társadalmi és... megbecsültséggel? Ismerette a... Hogy hívják azt a youtubert, azt a milyen Zsolti? Osváth Zsolti. Szerinted hány követője van meg? És hányan utálják amiatt, hogy meleg? A társadalmi megbecsültséget azt teljes mértékben lehet igazolni azzal, hogy valakit hányan követnek egy platformon, ahol saját magának csinálja a közösséget, és nyilván olyan emberek fogják bekövetni, akik kedvelik őt. Nem azt, hogy meleg vagy hetero, hanem őt, mint ember. És ez lenne a lényeg, hogy mint ember kéne követni ezeket az embereket, meg úgy kéne bánni az emberrel, mert embertársad, és úgy kell bánni vele, hogy ember, és kész. Nem úgy, hogy meleg, vagy hetero, vagy ez, nem kell így beskatolyázni az embereket, mindenki ember, és kész. A tanárok is meg vannak becsülve. Hát nem, de biztos van olyan tanár youtuber, akinek sok követője van, szóval akkor a tanárok is meg vannak becsülve? Biztos! Nagyon sok fekete youtuber is van amúgy, képzeljétek el Amerikában, akkor ez azt jelenti, hogy Amerikában a rasszizmus az nem egy valós probléma, mert hát tök sokan követik őket. Meg tök sok Snoop Doggot is tök sokan követik, és mégis vannak rasszista emberek ugyanúgy Amerika utcáin. Az egyik legismertebb és legszeretettebb youtuber, akkor társadalom... Kiveti. Nem. Hát na, nézd meg, hogy az Origo miket ír róla. A nyíltan homoszexuális VV Zsolti. Így kezdődnek a cikkek általában. Olvas egy kis Origót, és nézd meg, hogy ott hogyan beszélnek róla. És akkor utána nézzük meg, hogy a társadalmi megvetettség az akkor megvan-e, vagy nem. Mert az, hogy az egész társadalom nem veti meg, az egy dolog. De az, hogy a társadalomnak egy része megveti, az viszont valós probléma. A magyar társadalom tök toleráns. Tolerás a magyar társadalom, srácok. Hát szerintem egész Európában talán, hát jó, most az ilyen ukránokat, meg fehér oroszokat, meg ilyeneket ne nézzünk, de én nem hiszem, hogy mi lennénk a legtoleránsabb ország. Nem mi vagyunk a legrosszabbak se ebből a szempontból. A politikusokkal tényleg nagyon toleránsak vagyunk. Igen, amúgy. Annyit lophatnak tőlünk, amennyit akarunk. Szerintem, hogyha Orbán Viktor oda menne valakihez, egy Fidesz szavazóhoz is, kivenné a pénztárcáját a zsebéből, és elmenne vele, még egy képet is kérne tőle utána. Még a kocsi kulcsit is utána dobná, amúgy az idiótája. A magyar társadalom tök toleráns. Homofóbnak állítják be, idegengyűlölőnek, az talán ennyi idegen.
a miniszterelnökünk fajelméletről beszélt 2023-ban. Egy normális országban ezért felakasztották volna. Vagy úgy mondjam, más név nem élt ezen a Kárpát-medencében, mint nálunk. Jó. Valahol olvastam, hogy Amerikában... Nem tudom rá mit mondani! ...vagy Angliában a elmúlt években megtízszereződött vagy húszszorozódott azon fiatalok száma, akik ilyen-olyan identitásúnak vallják magukat. Azért, mert felmenik vállalni? Exponenciálisan nő, ahogy ez trendi és divat lett. Mit jelent az, hogy trendi? Te azt gondolod, hogy mint amit egyébként oly sokan, hogy divatból vagy trendből is lesznek, igen. Ha? Nem mindenki. De te divatból csinálnál olyat, ami egyébként te nem vagy? Én nem. Akkor miért gondolod, hogy más igen? Hát, mert nem mindenki olyan, mint én. Ez az, hogy szerintem belerakod a f***od valakinek a seggébe, vagy hagyod, hogy megd***je valaki a seggedet, az egy kicsit más, mint mondjuk az, hogy divatból elkezdesz cigizni. Látok közt egy kis különbséget, nem sokat, egy ennyit, egy picit, tényleg egy icipicit. Egy heteroszexuális fiú mondjuk megcsókol egy másik fiút. Tételezzük fel, hogy megteszi divatból, azért, mert azt látja, hogy az elfogadás az menő. Gondoljunk most erről bármit, de azt én garantálom neked, hogy nem fog tovább menni. Igen. Hogyha nem meleg, akkor nem fog tovább menni. Lehet, hogy ez így van. Hajlam az van, mert például... De akkor ez meg nem divat. Valami olyasmit hallottam, hogy... Én nagyon sok olyan srácot ismerek amúgy, aki volt ilyen szituációban, és utána nem lett meleg. Szóval így nem tudom. Ugye Rómában, amikor nagy lett a jólét, megunták a nőket, és akkor fiatal fiúkat vettek, ez volt a divat. Nekem volt, nem? A pedofilia az egy elég jó divat, amúgy igen. Nem képzeld el, de nem azért lettem meleg, mert meguntam, de tetszik ez a szegény. Nagyon szeretem egyébként, tök jó viszonyunk van azóta is. És azt akartam megkérdezni tőled, hogy akarok azt miért nem csinálják? Akarok-e szülni? Hát igen, az egyház a mai napig tolja ezt a pedofilia trendet. Ennyire gyereket szeretnének ugye a egynemű párok, hogy egy leszbikus pár, meg egy férfi, homoszexuális pár megbeszélik, és akkor tudnak egymásnak gyereket csinálni, azt az egyiket örökbe fogva, vagy egyik az egyiknél lesz, a másik a másik. Hogy csinál neki gyereket? Hát ahogy a természet megalkotta. Hogy? Nem tudnak? Hát... De te felizgulsz egy férfire? Lesz merevedésed? Nekem nem. Nekem se lesz egy nőre. Nem. Hát. És meglepődik, hogy nem. Mi? A melegeknek nem áll föl a nőkre? Hát ez egy újdonság volt neki. Lesz egy férfire? Lesz merevedésed? Nekem nem. Nekem se lesz egy nőre. Nem. Hát neked lesz egy férfire? Hát akkor valami mesterségesen. Hát azt gondolom, hogy jogi akadályokba ütközne. Nem ütközne jogi akadályokba, szerintem amúgy ez egy működő dolog, hogy igen, spermadonorként, hogyha van egy nő, aki elvállalja, akkor a melegek is így valamelyiküknek a spermáját szerintem bele tudják, nem tudom, mi ennek a neve? Lombik baba? Program? Hát, hogy a spermáját valakinek bele egy nőbe így belerakják mesterségesen, annak mi a neve? Beültetik. De nem tudom, hogy ennek van egy jogi akadály, hogy kettő meleg ember csináljon ilyet Magyarországon. Szerintem amúgy nem tudom, szerintem nincs, de biztos lehet rá jogi kiskaput találni, de jó lenne, ha nem kéne kiskaput találni rá, hanem engedni az ország. Igen. Béranya, igen. Az lesz az. De az volna csodálatos, hogyha nem kellene kiskapúzni, és... Ugyanazokat mondja, amiket én imádom. De azt tudod, hogy van örökbefogadási lehetőség? Abszolút, egy emberként. Igen, hát, egy emberként. Még ezt nem törölték igen. el. Hát ne is töröljék el. És ha egy örökbefogadást nézünk, akkor te melyik szempontot veszed figyelembe? Hát amikor azt mondja valaki, hogy nekem örökbefogadáshoz van jogom, én például azt mondom, hogy úgymond senkinek nincs joga örök, tehát nincs olyan jog, hogy örökbefogadás. Az egészséges környezethez van jogod. A lehetőséghez van jogod, azt gondolom, ez talán pontos, és onnantól egy megfelelő bizottság vizsgálja meg, hogy te valóban alkalmas is vagy erre. Arra van jogod, hogy megvizsgálja. Nem a gyereknek van joga természetes környezetbe kerülni? Te neked annyira igazad van, és annyira csodálatos lenne, hogyha így működne a rendszer. Nem a gyerekből, tehát nem a gyerek érdeke az első? De, maximálisan egyetértek. Akkor... Csodálatos lenne. Tártkarokkal várom. Tudod, hogy milyen szeretetés közökbe fog nálam meg a férjemnél fölnevelkedni? És miért a férjednél, miért nem a feleségednél? Buzi vagyok.
meg a férjemnél fölnevelkedni. És miért a férjednél, miért nem a feleségednél? Mert buzi vagyok. Ja, akkor mind a ketten férnek hívjátok egymást. Na, hogy is egymást? Hát, miért? Hát miért férj? Mert férfiak? Kérdője? Hogy érted a kérdést? Nem értem a kérdést. Hát ki a férj? Én meg ő. Na de mitől lesz valaki férj és feleség? Én a férjre a férfit mondom, a nőre a feleséget. Nem, akkor de a nincs nőre. Leszbikusoknak feleségük van? Persze. Feleség és feleség? Hát ott van férfi. Hát ezt ti tudjátok. Hát szerintem nincs. Szerintem sincs. Ott két na de nő a, és ott a tiédekben van nő? Hát van nő. Hát nincs. Hát akkor és két apája legyen egy gyereknek? Hát ebben az esetben két apája lesz a gyereknek. És az jó? A gyerek, nem neked, a gyereknek. Azt gondolom, hogyha szeretetet kap, figyelmet kap, és törődést kap, akkor igen. Na jó, de az a gyereknek anyára meg apára van szüksége. Ezt kimondta. De ezt kimondta? A természet. Attól, hogyha itt két férfi van, vagy két nő van, ő meg fogja kapni ugyanazokat az erényeket az életéhez. És meg fogja kapni ugyanazokat a példákat, mert én abban például biztos vagyok, hogy amikor majd nekem, illetve a férjemmel nekünk gyerekünk lesz, biztos, hogy én figyelni fogok arra, hogy legyen egy olyan nő a gyereknek a közelében, hogy meg tudja tanulni, és most itt nem női meg férfi szerepekről és sztereotípiákról fogok beszélni, hanem azokról az energiákról, értem. Azokról a... Persze nem a szerep a lényeg, látod, főztünk. De ez egy jó női dolog, érted? Nem női dolog. Ez egy hatalmas tévedés. Nézd meg egy főzőversenyt, és a 90% a férfi. Nem, akkor nem értek. Igen, azért, mert a férfiak mindenben jobbak. Értek egyet. Azt gondolom, hogy ez nem férfi vagy női dolog, ez egy főzés, egy kibaszott főzés. Aki tud főzni, az főzze. Szakácsok, mesterszakácsok, nézheted a tévébe, általában ne a tévében nézd, menj az országba, meg bárhova. Az Európában, bárhova, és nézd meg, és hogy mennyi a nő, és mennyi a férfi. Azt, hogy tévében mit mutatnak, na bú. Az én családomból indulok ki. Hát azért nekem különbözött a anyukám mentalitása, meg ahogy mondod, még ez a kisugárzás, a női esség, mint az apámé. Az én családomban... Meghal az apuka, vagy az anyuka, vagy elválnak, akkor sem áll meg a gyerek a fejlődésben. Itt is hasonló, ha nincs anya vagy apa, akkor sem lesz itt a világ vége. Nagyon-nagyon-nagyon sok gyerek nevelkedik föl úgy, hogy elválnak a szülők, és felnevelkednek, képzeljétek el, akármilyen hihetetlen, felnevelkednek, és... Hogyha kettő férfi neveli őket, vagy kettő nő, akkor is fel fognak nevelkedni, mert legalább kettő szülője van, és nem egy, vagy esetleg nulla. A férfiak, azok nulla férfiasságot képviseltek. Igen. A nők meg ilyen terror elmebajt képviseltek. Hát, hogy ezért választottad ezt, vagy ezért lettél ilyen. De te rossz... Választ! Nyilván ő választott, hogy meleg legyen. Az a baj, annyira nincsen képbe. Rosszul példával megmutatom neked, hogy... Jó, de aztán erre tér ki légy, és szerintem javadra fog válni. Figyelj, van egy férfi, és van a nő. Nem tudom, melyik legyen. Szerintem melyik. Tegyük ide, és akkor az egy ez a férfi, ez a nő. Már melyik a férfi, segíts nekem. Ez a férfi. Jó, ez a költyös a férfi, a kockás a nő. Igen. És én azt mondom, hogy ugye van itt egy ilyen középvonal. Te meg azt mondod, hogy ez itt nem létezik, hanem ez átcsúszik. Tehát amikor én azt mondom, hogy valaki nőiesebb vagy férfiasabb, akkor ezen a szalvétán mozog, ebben az irányba. De nem ide mozog. És a férfi is, hogy van, aki férfiasabb, és a úgy mondja ezt a szélét képviselő, és van, aki egy kicsit nőiesebb attitűdökkel is rendelkezik, és közelebb áll. De nem csúszik át ebbe, hanem megmarad azért attól még férfi. Én ezt gondolom. Hát. Mindegyik ember, és egyébként ő itt egy kicsit nőies, itt egy kicsit férfias, ő itt nőies, ő így férfias. Én azt gondolom, hogy ők emberek. Igen. És kétségtelen az egyiknek van hímvesszője, a másiknak meg nincsen. És pont. Nincs. És ez teljesen rendben is van. Ez van a természetben több ezer éve. Ezen azért, miért tudnánk ezt megváltoztatni? Hogy tudjuk ezt megváltoztatni? De nem lehet, hogy a természet adta melegeket is, és hogy az állatvilágban is vannak. Ezt nem fogja mondani? Könyörgöm, mondja már a srác. Annyira kíváncsi lennék az embernek az arcára, hogyha ezt meghallja, hogyha tényekkel szembeállítják. Meg amúgy itt sokszor voltak ilyenek, tehát itt volt ez a Noás napos hír. Sokszor így bedobnak nekik ilyeneket, szóval még lehet, hogy bedobnak valamit, remélem. Hogy ez jó, hogy két férfi együtt él és gyereket nevel. Én például nem várom el tőled, hogy elfogad, hogy ez... Nem, én nem várom el tőled, hogy azt gondold, hogy ez jó.
azt várom el, hogy én jogilag legyek egyenlő. De én például nem gondolom azt, hogy a homoszexualitás az jó. Az nem tesz jót a társadalomnak. De ez minden jogod megvan. Én nem kívánom ezt tőled elvenni. Na jó. De miért kell az arcunkba tolni? Miért a heteroszexualitást? Azt miért tolod az arcába valakinek? Tehát nem tolod az arcába senkinek az, hogy dux. Nem rakod fel az internetre, hogy a feleséged, de meg nem csókolóztok az utcán, meg nem b***ok az utcán, és a melegek se csinálják ezt. Tehát heterók között is vannak olyan emberek, akik vonaglanak össze-vissza, és meg kirakják mindenüket, meg ilyenek, de szerintem ez ugyanannyira undorító. Ebben az esetben akkor minden arcba tolás. Mit jelent ez, hogy az arcunkba tolni? Hát akkor a... Hoppá! Majd mindjárt csokról beszéljünk egyet. Lehet, hogy ott leszek. Azt mondja, lehet, hogy ott leszek. Nekem az arcomban nyomták akkor a heteroszexualitást. Szét volt plakátolva az egész ország a csokkal. Nem ugyanez? Hogy a színész kollega arra hívja fel. Na, de az egy fontos propaganda. Arra akarják felhívni az embereket, hogy gyereket vállaljanak, és hogy a magyar társadalom ne halljon ki. Most értem, csak most emel... De erre nem lehet, hogy úgy kéne felhívni a figyelmet, hogy egy élhetőbb országot adnak az embereknek? Leleg, az arcomban nyomták. Na jó, de hát... Hát az más. Miért más? Hát... De miért, amikor a Coca-Cola reklámot nyomják az arcodba, az nem ugyanannyira felháborító akkor? Az arcomban nyomnak... Mert az természetes. De nekem nem az. Hát nekem nem természetes. De! Nekem az természetes. De! Az én egy, természetem ezt képest. De, hogyha egy sport teljesítményt mondjuk, vagy egy gazdasági teljesítményt, vagy egy egészséges családot látunk, vagy az, akkor az... abba az irányba szeretnénk menni? Hát mennyi gyerek szeretett volna focista lenni Puskás öcsi miatt? De nem leszel buzi azért, mert a Stranger Things-nek én a szereplője ki. De akkor ki? De ha te nem. Vannak olyanok, akik ki? Igen. De... Ismer olyan embert, aki azért lett meleg, mert látta tévébe. Mennyire lenézed akkor őt? Vagy magadat emeled föl? De ha te nem, akkor más miért lesz? Azért... Érted? De akkor mit állítasz, azért, hogy ünnyeg le? Azért már az előbb mutattam neked, hogy vannak olyan férfiak, akik azért nőiesebbek, akikben esetleg megvan a hajlam. Hogyha én meleg vagyok, de nem tudok ennek a létezéséről, akkor nekem segít az, hogy valaki azt mondja, figyelj, én meleg vagyok, és ez egy létező dolog, és igazad van, amikor te belül azt érzed, hogy szétfeszülsz, és nem találod a helyed, és az öreg anyáid azzal b***nak, hogy mikor lesz már unoka, meg mikor lesz feleséged, és én azt érzem, hogy úristen, nem tudok erre válaszolni, nem tudom még, hogy miért nem, de azt érzem, hogy én ezt nem akarom, nem tudok ennek megfelelni, és hoppá, fölmegyek a... Ismert sajnos, jó, 5 év múlva, hogyha még meleg lesz, írjál rám. Fogadni merek, hogy ha valaki divatból kipróbálja ezt, és még egy kicsit is jól érzi benne magát, ez egy időszak. Ezt 1000%-ra mondom. Főleg a lányoknál amúgy. Ezt észrevettem, hogy még egy lány azt mondja, hogy ő most leszbikus, mert csalódott mondjuk 3 férfiba egymás után, és akkor utána megismer valakit, és nem, mégse leszbikus, hoppá. A netre is azt látom, hogy itt van ez a csávó, aki azt mondja, hogy ő meleg. Úristen, ez mit jelent? Várjál! Jézusom, hát ez volt a baj velem. Én ezért nem tudok válaszolni az öreganyámnak, mert én csőbuzi vagyok. Jó, és segít nekem jó ember. Példát mondtál, és az, amit az előbb láttunk, az segített neked. Az a tangában vonagló, az utcán vonagló. Ez megint extrémitás. De akkor miért viszik? Volt ott tangában vonaglás? Már ezt most megnézem. Majd mindjárt sokról beszéljünk egyet. Én egy tangában vonagló ember se látok. Ő fecskében van. Ilyet a strandon is lehet látni amúgy. Csak mondom, még mielőtt valaki leírna. Valaki melegesen viselkedik és hetero, akkor az még lányos, kész, ennyi. De ettől függetlenül ő... Ugyanúgy férfi. Jó, de akkor miért nem szóltok ezeknek, hogy ez nem? Jó, nekem... De akkor miért nem szólsz a tradicionalista, nacionalista, fekete ruhába öltözött férfiaknak, akiket szintén láttunk, és azt kiabálták, hogy mocskos buzik, ő is extrémes. Mert, de te ki mennél? Az extrémre az inga visszalengése. De. Ha nem mennének ki így vonaglani, nem lenne ez. Ha nem lenne... Jaj. Oké, hogyha buzik nem születnének meg, akkor nem lenne ilyen probléma. Minek ment oda? Ez megint olyan, tényleg. Akkor ezt ugyanúgy rá lehet húzni arra is, hogyha egy nőt megerőszakolnak, miért ment ki egyedül az utcára, hogyha egy valakit megkéselnek, miért ment ki. Tehát ezt ugyanúgy rá lehet húzni ezekre, hogy a probléma, te vagy a probléma. Ezt akarják ezek az emberek rád aggatni, hogy mindig te vagy a probléma. Semmi más nem lehet a probléma, csak te. Ebben, bocsánat, hogyha nem, lenne ez nem lenne ez a szemlélet, nem kéne kimennem. Ha nem. De. Akkor nincs szükség arra, hogy én coming out-oljak, mert nem fogok ellenállásba ütközni. Nem igaz, mert látod,
Ez egy hazugság. Erre mondtam, hogy ma egy tornacipő, holnap a világ. Olyan országokban, ahol a társadalmi elfogadottság már úgymond a teljesen megütött azt a mértéket, amit mondjuk te elvársz itt, ott ugyanúgy folytatódik, csak még extrémebben. Így kimész, van transzparensed, együtt vonultok a többiekkel, és mondjuk valamilyen pluszjogot követeltek, senki nem fog kijönni. Ezek nem pluszjogok, ezek emberi jogok, amik mindenkinek megjárnak. Hát akkor kiabál. Ez a kiabálóknak a tudatlanságáról szól, mert a magyar meleg társadalom, most hasamra fogok ütni, a magyar meleg társadalom 2%-a vagy 1%-a az, aki kimegy alul öltözve, és... Ne menjen ki. Mondjátok, hogy így ne jelenjen meg, mert ez nem erről szól, hanem a társadalmi elfogadottságról szól, és akkor nyugodtan kimehettek. Nekem egy napom van, és ez a Pride, és a Pride az nekem nem egy tünteté. Ez egy buli. Én is voltam, teljesen jó. Az egy iszonyatosan nagy felszabadult buli, ahol a Bence úgy van jelen, ahogy ő a Bence. Ödön, vagy bárki, aki meg tangában van, ő most akkor úgy van ott. Oké, de most erre mit mondjak? Van egy nap, amiből 4 órán keresztül a fővárosunknak egy útszakasza le van zárva, tudva levő, hogy ott mi történik. Nem megyek Bugac pusztára, amikor a Kurultáj Fesztivál van ott, mert én nem szeretnék ebben részt venni. Nekem jogom van ehhez, hogy én ne menjek oda. Senki nem kötelez engem erre. Ott olyan nemzeti identitás tombol. Ja, benyögéz ember, hogy ott lakik, figyelj. Ami tőlem rettenetesen távol áll. Semmi gondom nincsen. Vegye fel a ruhát, íjazzon, ülje meg azt a lovat, tök jó neki. Nekem nem kell ezt megtennem, és ez csodálatosan demokratikus. Neked nem kötelező ott lenned. Nem... De mert valaki arra jár. Hát valaki Bugac puszta felé jár. A gyereknek meg azt... Bézd! Szülőnek kelljen már menekülni azért, mert egyesek ilyen. Ha olyan felvonulást rendeznétek, ahol ilyen nincs, mondom, ez nem jelenik meg az a kép, amit előbb láttunk, akkor... Te, mint a... Hogy szólt a mondat? Fehér, keresztény, heteroszexuális férfi meghatározott, hogy én mit vehetek föl a Pride-on? Hát, én se öltözhetek így az utcán. Nem, de strandon simán felvehetsz egy fecskét, ahol ugyanúgy kirakod mindened. És ott is vannak gyerekek, és ugyanúgy látják a logót. Bármit megtehetsz. Nem. A személyre sértést a következményekkel megtehetsz. Hát ez az. Az, hogyha éppen valaki tangában van, és nincs kint, nem tudom, hogy szól azért... a törvény, hogy effektívan nemi szervének a hány százaléka látszik-e, de itt nem azért látszik. Azért heteroszexuálisok hogy... sem mennek tangába, meg félmeztelenül. A strandon vagy, be. Hát a strandon be. És akkor érted, figyelj, tök jó például nudista strand. Hát de oda azok mennek, és oda tudod, ide is azok mennek. Nudisták. De a nudista strand arra van. Nem, oda az megy, aki akar. És ez a lényeg. Ez is arra van. Ha ti elmennétek Bugac pusztára, vagy egy olyan de helyre... De mi zavar, hogy a fővárosban van, és te nem tudsz átmenni a Blahán? Az zavar, hogy ez a többieknek szól, nem magatoknak. Mert hogyha... Értem, hogy mert Bugac puszta az annak szól, aki a Kurultájra értem, megy, értem, és aki látni ez. Akarja, az oda megy. Értem, ha ti a Bugac pusztára mentek, és ezt csináljátok, az engem nem zavar. Értem. És szerintem ezek az emberek se fognak utánatok menni Bugac pusztára, és óbégatni, hogy... Nem, akkor nem a pestiek, hanem a Bugac pusztáért fognak óbélgatni, igen. Mocskos buzi. Egyébként ezt nagyon szeretem, amikor valaki azt gondolja, hogy én mocskos buzi vagyok, és időt szán erre. Képzeld el, kis kitérő, volt egy lakótársam, aki nacionalista, azt gondolta, hogy nacionalista érzelmeket vall. Hú, most lesz kapsz nekem, hogyha ezt megnézi. És képzeld el, hogy kérdeztem tőle, hogy ki jössz a Pride-ra? Szóval, ja, megyek ki, megdobálok tojással. Mondtam neki, de hát itthon is meg tudsz dobálni. Jó, itthon nem akarlak. Érted, valaki időt szán arra, hogy kimenjen mérgelődni, és azt szoktam erre mondani, én ott vagyok, tök boldog, a nő meg mérgelődik, most akkor kinek a szar? Hát igen. Nem azért mennek ki. Vannak közöttük olyanok, akik tényleg az úgynevezett, nem homofóbok, mert a homofób is egy rossz szó, ezt is kitaláltak. Tudod, mi a fóbia, az egy félelem, hát nem félnek. A arachnofóbia... De pontosan attól félnek, hogy a férfiasságukat elveszi egy meleg, és... kicsit feminimebbek lesznek, és nem szeretnék azt, hogy az ő gyerekeik ilyenek legyenek. Nem szeretnék azt, hogy az ő gyerekük mondjuk az óvodában ne egy Isten felpróbáljon egy szoknyát, vagy bármi ilyesmi, mert akkor már ő meleg lesz. Pontosan félnek, de a homofób emberek pontosan, hogy félnek, ettől félnek a legjobban az életükben. Ja, szóval de ez egy félelem, nem feltétlen utálat, vagy bármi ilyesmi. Ez szerintem egy félelem. Te szeretnéd, hogyha nekem meleg lenne a gyerekem, semmi bajom nem lenne bele. Nem
érdekel, úgyis fel tud nevelkedni, én ugyanúgy szeretni fogom, tehát ez nem érdekel, vágod? Ez az ő dolga, hogyha így születik, akkor így születik, és elfogadom. Ez ilyen egyszerű. Elfogadod nyilván, de csak nem szeretnéd. Ki szeretné? Ez nem egy olyan dolog, hogy szeretnéd, mert a gyereket sem fogja tudni választani, hogy ő most meleg akar lenni, vagy nem. Én sem választhatom meg ezt neki. Én nem mondhatom azt, hogy én most azt szeretném, hogy a gyerekem szoknyába járjon, mert az azt jelenti, hogy én azt szeretném, hogy meleg legyen, és bele akarom nevelni. Miért akarnám bele nevelni, hogyha az nem ő? Viszont, hogyha ő az, akkor hagyni fogom neki, hogy kiteljesüljön, és úgy élje az életét, ahogy ő jónak érzi. Ennyi, szerintem. Erre nem lehet azt mondani, hogy szeretném, vagy nem szeretném, mert ez nem egy ilyen eldönthető kérdés. Én szerintem sokszor ez helyén való ez a kifejezés, mert félnek, és inkább utálkoznak. Utálkoznak, de nem félnek. Nem fóbiájuk van. De kedvelem a kritikus gondolkodás, Lecsi. Hanem utálkoznak. Vannak olyan emberek... De ez mit jelent? Akkor szerinted, bocsánat. Akik ezt úgymond mi hivatalosan ellenzik, a jelenség ellen, hogy ebből ne legyen divat. Az, hogy te mit csinálsz, vagy hogy csinálod, az a te dolgod. Van ilyen, igen. Van, akik divatból tudnak melegek lenni. Hogy? Hát úgy, hogy egy óvodába bemegy a drag queen. Bemegy az óvodába a drag queen. Bemegy az óvodába. Mutasd nekem egy óvodát, ahol bemegy a drag queen. Magyarországon? Például. Magyarországon nincs, de hát nyugaton, Angliába bemegy a drag queen az óvodába. Angliába igen, nem Amerikába amúgy. Én arról beszélek, a nyugati, azért mondom neked a nyugati példát, hogy én nem akarom azt a szintet elérni. Uh-huh. Én azt akarom, hogy ami Magyarországon volt, ahol nem üldözték a homoszexualitást, nem volt törvénybe foglalva, mint Angliába, méresnek átaló túloldalára. Maradjon középen, mint ahogy most is voltunk. Lehetsz homoszexuális, lehetsz meleg, együtt élhetsz valakivel. De ne legyél annyira, mint egy hetero. De ne legyél magamutogató, és ne terjeszd ezt. De mi az, hogy magamutogató? Mint ez, amit láttunk. Te fölvettél, ne haragudj, egy csíkos inget, te most magamutogató vagy. Hát ez az... Ugye? Ez azért hát nem. Hát egyetértek, nem ugye? Ezzel egyrészt... Miért, hogyha szivárvány lenne rajta, akkor rosszabb lenne, mint hogy csíkok lennének rajta? Ha még befolyásolnék is valakit, tehát mondjuk gyerekeket. Azt gondolom, hogy egy felnőtt férfi így néz ki, hogy ingben van és zakóban, én soha többet nem megyek ki pólóba az utcára, mert egy férfi arcőrzettel rendelkezik, és így van felöltözve. Na. Én már megyek is az arába. Rengetegszer hallani, hogy nyugatiak jönnek, hogy propagálni. Miért jönnek ide? De mi az, hogy propagálni? Mit propagálni? De miért jönnek ide? De mi az, hogy azt mondod, hogy megélhetik Németországban, vagy Angliában, vagy mit tudom, hogy megélhetik magukat. Minek akarnak még ide? Mert iszonyú jó buli a Pride, és ő azt mondja, hogy egy évben nem egyszer akarja ezt megélni, hanem Budapest közel van, gyerünk, ruccanjunk már le, és lejön, és bulizik egy tök nagyot. Ennyi. És tényleg tök jó buli a Pride. Amúgy javaslom, hogy menjetek el és nézzétek meg, mert higgyetek el, hogy nem tangában vonagló embereket fogtok látni, akik rátok akarnak mászni, hanem boldog embereket fogtok látni, akik jól érzik magukat, és könnyen át tudjátok venni ezt a vibe-ot. Lehet vibe-olni velük. Szerintem te túlságosan magadról beszélsz, én meg a társadalmi részét nézem a dolognak. Lehet, ez nem csak azért van, mert sokat beszélek magamról, hanem azért, mert érint, mivel meleg vagy? Abban tudok biztos lenni, amit én élek meg, és nem, én nem tudok ilyen statisztikákat. Abban szerinted, hogy a te rokonságod így viszonyult ez a dolog, azon szerinted ez egy ilyen Pride az segít? Vagy ez a... Azt gondolom, hogy ideális esetben Pride-tól függetlenül minden helyzetben a szeretetnek kellene győznie egy ilyen esetben. Még akkor is, hogyha ez a szülő éppenséggel mást gondol. Igen. Attól ugyanúgy tudnia kellene szeretni ezt. A szülőnek igen. Igen. Segít? Nem tudom amúgy, hogy a Pride mennyire segít a megítélésükön, to be honest. Mert az ilyen konzervatív emberek azok csak még inkább elkezdik utálni őket. Valakit rávehet arra, hogy coming out-tól jön és felvállalja, ami egy pozitív hatás, de az, hogy ez valóban milyen hatással van a társadalomra, nem tudom. Ezt nagyon sok aspektusból lehetne megközelíteni, és nincs rá időm. Meg nem is tudom, hogy honnan kéne elkezdeni ezt amúgy megközelíteni. Először. Bence, Gábor, köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Egy ilyen jó macsós készfogás. Tudod, mi a probléma? Ez a heteropacs, ezt így hívom. Nem tudtunk emiatt jól főzni. Nem, szerintem nagyon jól főztünk. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentben, mi a ti véleményetek. De fontos, hogy ne a szereplőket, a témát beszéljétek ki. Ha megnéznétek a teljes vágatlan verziót, kattintsatok a leírásba. Köszi, hogy támogatják. Nice, van vágatlan verzió?
Oh yeah, that's my jam. Azzal kellett volna kezdeni. Oké, okay, valakit rávesz persze, de szerintem a társadalomra jelenlegi rendszerben nincs jó hatással, mert egyszerűen nem ez a megközelítés. Tehát eleve minek kell felvonulni, hogy elfogadják őket, mert itt kezdődik az első probléma. Hát jó, de eleve minek mérgelődünk rajta? Az egy nap, négy óra. Nem hiszem, hogy ez megír annyit, hogy mérgelődjünk rajta egy életen keresztül. Tehát ezt csak megunnám, hogyha már így mérgelődnék, hogy csak lehet ennél jobb dolgom, hogy másnak az életébe beleszóljak olyan szinten, hogy ő kit szeret, meg kit nem szeret, pazeg. Ezek az ő érzései, ki a f***t érdekel. Tehát nekem ez mi közön van, semmi. Nem érdekel. Nem is az, hogy mi közön van hozzá, hanem hogy alapból nem kéne, hogy érdekelje az embereket ez. Engem az se érdekel, hogyha valaki a barátnőjét szereti és fiú. Az se érdekel, hogyha másik fiút szereti. Bence nagyon okos volt amúgy, nagyon jól megfogta a dolgokat, meg ebben 40 perc, ezt néztem meg volna tovább is, mert no joke. Igen, de az óvodában szerintem nem kéne bemenni és szoknyákat adni kisgyerekekre, hiszen még nincs abban a korban, hogy ő akkor és ott el tudja dönteni, hogy hetero-e. Az meg nem hinném, hogy 18 évesen bármilyen befolyást fog kifejteni az adott ember, hogy 5 évesen kapott egy szoknyát. Most itt saját magadnak válaszoltad meg a második felével amúgy, szerintem. Amúgy én vettem fel szoknyát az óvodába, tök sok volt ott, és fel lehetett őket venni, meg lehetett benne bohózkodni, de nem lettem tőle buzi amúgy. Szóval nem tudom. Igazából csak úgy, szerintem a gyerekek hajlamosak ilyeneket csinálni, hogy eljátsszák, hogy mondjuk lányok, vagy tűzoltók, vagy dínók esetleg, vagy asztronauták, vagy akármi, érted? Ilyen lehetséges, hogy hercegnők, vagy sellők, ugye Szandra? A ruháktól senki sem lesz buzi. Főleg nem 5 éves korban, amikor az óvodában van, tehát nincs abban a korban, hogy eldöntse, hogy hetero-e. Persze, akkor pont, hogy felveheti a szoknyát, mert nincsen rá hatással, nem? Tehát akkor pont, hogy nincsen probléma. Pont, hogyha nincsenek ilyen korban, akkor, hogyha bemegy egy drag queen az óvodába, Magyarországon nem megy be, mondja, drag queen az óvodába, de hogyha bemegy a drag queen az óvodába, akkor nem azt fogják látni, hogy ez csak egy férfi, aki be van öltözve nagyon furán, és lehet, hogy még akár tök jó fej is. Nem ezt fogják látni? Meg hogyha egy filmben csókolózik egy meleg pár, akkor is mit fognak látni? Az, hogy ezek az emberek szeretik egymást. Wow. De amúgy a drag queen az amúgy sem hasonlít szerintem egy nőre. Inkább valami nagyon-nagyon eltorzult, fura lényre hasonlítanak a drag queenek legtöbbször, mert úgy sminkálnak meg minden, amúgy nagyon tehetségesek benne, meg minden, meg olyan ruháik vannak, hogy szerintem ott amúgy az inkább egy cosplay, mint sem egy nőnek öltözés. Tehát a drag queen az egy kicsit komplexebb annál, hogy nőnek öltözik egy férfi. Tehát nem attól lesz valaki drag queen. Tehát ez azért egy pöppet komplexebb szerintem, nem? Biztos vannak itt olyanok, akik követik ezt a dolgot. Nekem is van amúgy drag queen ismerősöm, képzeljétek el. Sőt, még hetero drag queenek is vannak. Bemegy egy hetero drag queen az óvodába, és meleg lesz tőle az összes ovis. Eltúlzott nőies ruhát hordanak. Hát eltúlzottak, igen. Ez itt a lényeg, hogy nagyon el van túlozva, és már inkább nem is hasonlítanak egy nőre. Inkább egy mesefigurára hasonlítanak. És nem, az én drag queen ismerősöm nem ment be az óvodába. Nem fogják tudni, hogy ez rossz vagy nem, és pont ez a jó megközelítés. Gyerekeket nem fogja érdekelni, melege vagy sem, mert nem feltétlenül tudják, hogy mi az, és még nincs beleültetve a fejükbe a kormány vagy bárki által, hogy ez rossz. Hát de a szülők által bele lehet ültetve a gyerek fejébe már kiskortól kezdve, hogy na ezek buzik, látod, ott vannak az utcán, na ilyen ne legyél! Ilyen van, nagyon sok ilyen van, aki már ezt belerakja. De miért nem azt mondja nekik, hogy ezek az emberek szeretik egymást, nézd már, de jó. És ez, amikor az ilyen negatív gondolkodás már kiskortól beletesszük a gyerekbe, ez az, ami kibaszottul káros lesz, és ezekből lesznek az ilyen megkeseredett, undorító, depressziós, agresszív fél emberek. Először agresszívak lesznek, mert nem tudják, hogy hol van a helyük egyáltalán, és utána lesznek depressziósak, amikor rájönnek, hogy velük van a probléma. Csak lehet, hogy később jönnek rá, és mondjuk megölik magukat, de hát ezt a szülőknek köszönhetjük. Ez most kicsit összeszedetlen volt, de remélem értettétek, hogy mire céloztam. Belerakta apám a fejembe, de nem vagyok depressziós, sem agresszív. De melegekkel szemben lehetsz az. És hogyha életed végéig azon fogsz mérgelődni, hogy te a melegeket nem kedveled, akkor hidd el, hogy egy idő után már lehet, hogy depressziós leszel. Valószínűleg még nem vagy ebben a korban. Valószínűleg még úgy gondolod, hogy ez okés. Ez egy hosszú távú dolog. Ösztönök alapján kiközösítik a deviánsokat, állatvilágban is jelen van ez, ugyanúgy az embernél is előjön ez az ösztön, hogy a deviánsokat kitaszítja a közösségből. Hát ez nagyon sokszor látható volt amúgy a történelem során. Például amikor ugye boszorkányokat égettek, akik igazából csak nők voltak, akiknek volt macskájuk, és meg voltak lepődve, hogy a boszorkányok soha nem lettek betegek. Na vajon miért? Elmondom, hogy miért volt a boszorkányoknak macskájuk. Azért, hogy megegyék a patkányokat, amik a betegségeket hordták magukkal, és wow, nem lettek betegek. Ez
fekete mágia, ellettek égetve, több ezer, nem tudom, hogy hány, nagyon sok nő halt meg emiatt. Nekem nem az van a probléma, hogy valaki nem hetero, én szimplán nem vagyok kíváncsi arra, hogy két meleg csókolózik, jó? És arra kíváncsi vagy, hogy két hetero ember csókolózik az utcán? Én arra sem vagyok kíváncsi, szerintem az is gicsire undorító, hogy egy fiú meg egy lány falják egymást. Szerinted nem? El lehet kerülni az, hogy nem követek olyan embereket, vagy átszkippelem az adott tartalmat tőre, de szeretem, mint ember. Mint ahogy ők sem kíváncsiak ránk, amivel persze semmi baj, mivel minden joguk megvan hozzá, de mint ember a melegek is lehetnek értelmesek, viccesek, de az is egy nagyon érdekes téma, hogy a leszbikusok mennyivel jobban el vannak fogadva. Persze a leszbikusok el vannak fogadva, mert a leszbikus pornót azt megnézi az ilyen ember, kiveri rá nagy hát, és akkor mondja, hogy ezek nők, hát ott kettő nő, akkor az neki jó, mert ő férfi, és a nőköz vonzódik. De attól még ugyanúgy azt nézi, hogy homoszexuális aktus történik a képernyőn. De ha két férfi csinálna, akkor meg már úristen buzik, halljanak meg. Ez itt a probléma. Ez egy nagyon-nagyon jó probléma, amire rávilágítottál, és ezt a pornóipar elég erősen tolja az embereknek a pofájába. Ez sajnos jelen van, és ez nem segít amúgy az emberek megítélésén, de legalább a leszbikusokra egy pár idióta ki tudja verni a f***t. Az én szüleim szerencsére elfogadóak, ők mondták elsőnek, hogy mi ez, és nem, hogy utálni a nagyszüleim, kicsit rasszisták, de tényleg picit nem irónia. Hát a nagyszülők azok ilyenek általában, főleg Amerikában. Múltkor a metrón láttam olyat, hogy egy csaj a fiú ölében ült és mároltak, de az engem nem zavarhat, mert ők heterók, de a két férfi csinálná, már írnák a cikkét, hogy emiatt lesznek melegek az emberek. Hát, de zavarhat téged ez amúgy szerintem. Ez szerintem egy valós dolog, hogy zavar, mert én se csinálnám ezt az én párommal. Ez nem egy olyan dolog, amit az utcán kell csinálni. Én ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Nem oda való, ez nem az utcára, meg a metróra való, hogy most itt basztok. Tök okés dolog, ezt elvárom. De most az, hogyha megfogja a kezét, az óvodában is megfogtad a kezét a fiúnak, nagy Isten, mert általában szerintem ezt mindenki átélte. Ott buzik lehetettek, srácok? Amikor az oviba kellett egy párt keresni, és a legjobb barátotok kezét fogtátok meg, és egy fiú volt az. Nem lettetek melegek tőle szerintem. Jó, ti jó, oké, jó. Jó, mindannyian melegek lettetek tőle, igaz? Jó, oké, Twitch-től nem lehet eldöntendő kérdést kérdezni, de már rájöttem. Kivertek egymást? Sose fogtad meg a kezét. Miért neked már óvodában voltak ilyen gondolataid, hogy ez buzis? Nevelnél pénzért gyereket? Nem, már ott vannak a tanárok. És őket egy kicsit lehet, hogy jobban is meg kéne becsülni, mert az annyi pénzért nem. Annyi pénzért nem, de valaki igen. És kevés pénz. Ez nagyon kevés pénz. Tehát én többet keresek, mint egy tanár azzal, hogy itt ülök a székembe, és nektek beszélek. És ez kurvára elszomorító, szerintem. Nekem annyi maradt meg, hogy ott hagytak majdnem óvodába anyáik. Hát meg, látod, egy heteró pár is képes elbaszni. Már ha nem két anyád volt. Ha már melegek, sok sorozatot nézek Netflixen, de mostanában sokkal több a meleg tini, mint kb. 5-10 évvel ezelőtt. Ott alapból nagyobb az elfogadás, ahol gyártják ezeket, és már több ember coming out volt. Tehát ők társadalmilag szerintem egy 5-10 évvel pont, hogy előrébb járnak, és pont, hogy ezért vetted észre ezt, hogy 5-10 évvel ezelőtt. Mert annyival járnak előrébb nálunk, sajnos. Persze nem minden szempontból mondom azt, hogy amerikai a követendő példa lenne, ne értsetek félre, Amerika egy shithole, büdös életben nem költöznék oda. Ott is, hogyha oda költöznék így magyarként, amúgy is valószínűleg csak éhen halnék. A Netflix túl tolja. Túl lehet ezt tolni? Most, hogyha ezek a színészek ezt csinálják, meg ez van nekik most megírva. Biztos van olyan sorozat, amiben tényleg túl tolják. Hogyha mondjuk a sorozatnak ez egy alkotó eleme, mint például a Last of Us-ban, vagy nem tudom milyen sorozatok vannak még, amikben van ilyen, de biztos, hogy van nagyon sok, aminek mondjuk ez egy, van olyan rész, amiben elmagyarázzák ezeket a problémákat, és így tényleg érintik ezeket a valós társadalmi problémákat, meg azokat a problémákat, amiket a melegek átélnek nap mint nap. Hogyha ezeket a problémákat érinti sorozat, akkor szerintem nincsen túltolva. Ha nem érinti, és mondjuk csak az a személyiség egy karakternek, hogy meleg, engem az se érdekel. Lehet egy meleg karakter, felelem az összesbe is. Miért érdekeljen? Tehát nem attól lesz kevésbé szerethető nekem, hogy meleg. Mondjuk, hogyha úgy tolják a meleget, ha teszem hozzá, hogyha úgy tolják a meleg karaktert, hogy így izé egy hey, hello, és folyamatosan ezt csinálja, akkor lehet, hogy eléggé erősen alátámasztják azokat a negatív sztereotípiákat, amiket mondjuk a konzervatív emberek gondolnak a melegekről. Ez szerintem nem egy jó irány. Nem szoktam annyira Netflix sorikat nézni, szóval annyira nem tudom elmondani erről a véleményem. Talán szerint azért van most több meleg, mert túl szaporodunk. Van benne szerinted igazság? Hát, hogyha több ember van, akkor nyilván több beleg is lesz. Amúgy ezt én se értem, Sofia, amit írtál, hogy miért kell a szex felvonulás, ez benne van az LGBTQ-ban is amúgy, mint plusz.
az is normalizálva lesz majd, hogy emberek állatokként identifikálnak, identifikálják magukat. Nem. Ez nem lesz normalizálva soha, mert ezek az emberek elmebetegek, akik ilyen dolgot akarnak. Az az ember, aki állatnak érzi magát, vagy állattal akar szállni, az elmebeteg. Ez nem egy szexualitás. Az a lényeg itt most ugye, hogy az állatok nem tudnak hozzájárulni az, hogy szexelni akarnak veled. Mivel nem emberek és nem tudnak beszélni, de gondolom ezt nem kell magyaráznom, hogy papagája az lehet, hogy tud beszélni, de hidd el, hogy nem dughatod meg attól még, hogy azt mondja, hogy igen. Az ember konkrétan tud beszélni, hozzá tud járulni. Két felnőtt férfi miért ne nyomhatnák egymással, ha ez mindkettőjüket boldoggá teszi. Most az, hogy te egy kutyával akarsz szexelni, az szerintem csak téged fog boldoggá tenni, és a kutyát nem. Ez állatkínzás. Toroczkai László, mit tennék, ha a gyermekem meleg lenne? 40 perc! De mikor kezdi a gyűlöletbeszédet? Európa számos országában milliárdosok képviselik a úgynevezett baloldali értékeket. Azt viszont a leghatározottabban visszautasítom, a leghatározottabban harcolni fogok az ellen, hogy például a gyermekeimet támadja egy szexuális, és egyébként azt kell, hogy mondjam, igencsak frusztrált kisebbség, aki az óvodákban már óvodáskorú gyermekeket támad meg ezzel a propagandával. Mutass már egy óvodát, amiben ez megtörtént, geci. Hát úgy értem, hogy két királyfi van mondjuk abban a mesekönyvben. Nem, tehát igenis meg kell adni a lehetőséget arra a gyerekeknek, hogy... Két királyfi van abban a mesekönyvben. Hella! Be kell darálni a könyvet! Toroczkai László amúgy olyan nevetséges dolgokat képes csinálni, hogy ezt most meg kell mutatnom, b***d meg. Coca-Cola csinált homoszexuális propagandát, ugyebár, mert szivárvány volt rajta a Coca-Colán. Figyeljetek, mert ezen be fogtok szarni. Azt gondoljuk, hogy egy üdítő ital gyártónak nem az a feladata, hogy politizáljon, nem az a feladat... Egy idiótának sem az a feladata, hogy politizáljon, és mégis csinálják, szóval... Shut your bitch ass up. Hogy beavatkozzon az emberek magánéletébe, és nem az a feladata, hogy különböző devianciákat, társadalmi devianciákat erősítsen. A Coca-Cola térjen vissza a saját... Jaj, ne! Szegény óvodások meglátják azt, hogy egy üvegből iszik kettő nő két szívószállal, és össze van érve a fejük, vagy két férfi iszik, és megölelik egymást, átkarolja, úristen, de buzik ők azt a rohadt. Ettől minden óvodás meleg lett. Ettől a két nőtől, akik meg egyszerre próbálnak inni belőle, és úgy csókolóznak, ez... Hát ez már konkrétan soft pornó. Erre még lehet, hogy a Toroczka is kiverte. Mert ők ugye leszbikusok és nem férfiak, tehát... az okés. Tarthatod természetellenesnek a melegséget. Én ezt nem veszem el tőled, de ilyen dolgokon kiakadni kinek van ideje? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy az miért politizálás, hogy támogatja a Pride-ot. Hogy lett politik? Szivárvány színű üvegek voltak a Coca-Colánál. Figyeljetek, mert ez durva. Osztogatni többek között... Ezt lehet neked is nézned kéne. Ennél szánalmasabb dolgot nem fogsz látni ma. Ezeket a Coca-Cola termékeket már megvásárolták, ezek ott voltak a hűtőben, vagy éppen a... Ezeket a... Jaj, ne, ezek már a hűtőből jöttek, ezeket már megvették, de most, ha jött a szivárvány, már nem isszák meg, figyeld. ...ban szimpatizásainknak, szavazóinknak, de azt gondolták, hogy ezután a kampány után nem fogják meginni, elfogyasztani ezeket a termékeket, ezért elhoztam, visszahoztam ide a gyártóhoz, egyébként is eddig csak azt tudtuk a Coca-Cola... Úristen, geci kajak, oda ment a Coca-Cola gyár elé, hogy kiöntse a Coca-Colákat. Coca-Coláról, hogy az egészségnek, az egészségre ártalmas termék, most már azt is tudjuk, hogy nem csak a testünk ellen való vétek fogyasztani, hanem a szellemünk és... A Biblia. A Biblia és a Coca-Cola nem férnek össze. Erkölcsi világnézetünk, értékrendünk elleni méreg is. De most olvastam el pont. Azt írja, hogy nem, hogy úgy hálni férfival, mint ahogy nővel hálsz gyalázat. Ezt írja szó szerint. Ezt írja, de úgy nem tudsz hálni férfival, mint ahogy nővel, mert egy férfinek nincs vaginája. Szóval igazából ez... akkor ez igazából szerintem oké, és a Biblia szerint is. Tehát, hogy mert minden vallásos ember úgy értelmezi a Bibliát, hogy neki jó. Most, hogyha nekem így jó, akkor én így értelmezem, és kész. Szerintem az gyalázat, hogy egy több ezer éve íródott papírt ennyire nagybecsben vesznek még emberek, de mindegy, nézzük tovább ezt a torót. Torót nézzük, figyelj! A Coca-Cola termék, ezért visszahoztam ide a gyártóhoz, és itt fogom kiönteni a Coca-Cola bejáratához.
és innentől kezdve minden héten a Mi Hazánk mozgalom valamilyen akcióval készül. Ott leszünk a Sziget Fesztivál bejáratánál is. Tájékoztatni fogjuk az odaérkezőket, onnan távozókat arról, hogy milyen társadalom ellenes, deviáns kampány. Annyiszor mondja, hogy ő, minden szó után ő, és az ember egy politikus geci. Szévé teszik őket, miközben ők valójában a jegy megváltásával csak szórakozni szeretnének a Sziget Fesztiválon. Mert úgy nem tudnak szórakozni az emberek a Sziget Fesztiválon, hogy ott van egy pár szivárványos Coca-Cola. Haver, mi a retkes f***om ez? De Isten megteremtette egy világot csettintésből, azt is kiiszi el. Hát a melegeket is. Hát meleg állatok miért vannak? Hát a kis tacskó kutyáink p***ták egymást, geci. No joke! Most kirölgöd a kutyámmal? Mindkét kutyám meghalt, meg kirölgöd őket, mert melegek. Amúgy volt egy ilyen hír, hogy egy valamilyen faluba megverték a kutyát, mert meleg. Aztán kiderült, hogy nem is meleg. Ez Magyarországon volt, amúgy. Gondolom, megkérdezték tőle, vagy nem tudom. Bevallotta. Mégsem vagyok meleg, nem is már. Megtanult beszélni. Torockainak is meg kéne amúgy. Tehát akkor az első nézd, most. Meg is kezdem. Figyeld, és várj, kihangosítom. A budapesti központunkba szimpatizánsainktól érkezett korábban megvásárolt kólát, azt ide fogom önteni. Éppen jön is egy... A Coca-Cola gyár előtt önti a betonra a Coca-Colát, azért, mert szivárványos Coca-Colák vannak. Jön is egy kamion, úgyhogy ez visz innen a mérget. Eddig ugye annyit tudtunk róla, hogy ahogy mondtam az előbb, a testnek ártalmas, de mostantól tudjuk azt, hogy a szellemnek is árt. Erkösnek is. Kikerült el kamion a Torockait. Hagyományos értékrendnek és minden egyébnek. Afrikában éheznek Torockai. Azt mondta, hogy előtte vették meg. És ez a hűtőből jött, és hogy ezt ők már nem fogják meginni. De vitt mindenféle kólát. Van ott Zero is, meg Light, meg minden van. Az összeset kiönti. De pénzelik őket, ezek nem fogják. Vagy 12 liter kólát kiöntött a Torockai, azért, hogy megmondja, hogy a melegek rosszak. Most a Zero tönti, figyelj. Az lesz egyébként ennek az akció sorozatunknak a... Ezután hazamegy és iszik egy kólát amúgy, de... Mindegy. Zero Coca-Cola, zero homoszexuális propaganda. Mostantól lesz csak érdekes. Amúgy a Mentosból is van színes, akkor már hozhatott volna Mentost is, és legalább fölbent volna, vagy valami, lett volna valami értéke is a videónak. És arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogyha mások is úgy gondolják, mint a Mi Hazánk szimpatizánsai, hogy a korábban már... Szemetel! ...már megvásárolt Coca-Cola termékeket nem kívánják elfogyasztani, akkor nagyon szívesen, ha kell, akkor hetente ide is eljövök. És én ennyi munkát, feladatot mindenképpen felvállalnék, hogy... Hát srácok, hogyha valakinek van otthon Coca-Colája, akkor küldjétek el a Torockainak és megissza helyettetek. Vagy kiönti, nyilván. Mennyi kamerás van ott? Hát minden tévétől jött egy ember, hogy megnézzék, hogy kijönti a Coca-Colát, és nem tudom, hogy valamelyik újságíró, vagy riporter, vagy bárki nem gondolta azt, hogy ez k***ot szánalmas? Mekkora cringe lehetett ott a levegőbe, meg? Ezt levetítették a Hír TV, meg az M1-en is, mert ott volt a mikrofon, de ez a Mi Hazánknak a saját YouTube csatornáján is fönn van. Ezután már csak Pepsit fog inni, ez biztos. Nehogy Isten, még azok is esetleg bevállalják a propagandát, akkor mit fog inni? Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.